Ötödször van már magyar elnöksége a visegrádi négyek 1991 óta íródó történetében, szombaton pedig a négy futamból álló V4 kerékpáros versenysorozat utolsó állomása következik, a Várkert bazártól Pannonhalmáig. A legjobb tavalyi magyar bringás a versenyen Filutás Viktor, és a szervezőktől Fazekas Jácint kommunikációs menedzser a vendégeink. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt. 2013 óta létezik a V4 kerékpárverseny. Hova, meddig fejlődött ez? Mindkét szemszögből nézzük ezt meg, hogy szerintetek mekkora a fejlődés, hogy eleinte amatőr versenyzőknek találták ki a szövetséget. Igen, kezdem, akkor az tényleg az volt, hogy egy ilyen teljesítménytúra a visegrádi négyek szellemiségét kifejezi, hogy a négy ország politikai, kulturális, gasztronómiai és egyéb kapcsolatát kidomborítva, tehát ez nem csak egyszerűen egy politikai üzenet ez a V4, hanem ténylegesen ugye társadalmi lényege is van. És így kezdődött, aztán kitalálták lengyel barátaink, hogy hát ebből lehetne egy komoly versenyt csinálni. Volt itt a keleti régióban békeverseny néven, ez a keleti blokknak a Tour de France volt régen, és ez tulajdonképpen ennek egy picit utánérzése, bár ugye ez nem egybefüggő, tehát nem egymás utáni napokon történik, hanem különböző időpontokban, mert elég szűkös az UCI verseny naptár, és ha már az UCI verseny, ez az UCI, a Nemzetközi Kerékpárszövetség, ez egy 1.2-es besorolású verseny, az azt jelenti, hogy egy egynapos és kettes kategóriájú, tehát hogy ez egyrészt a résztvevő csapatoknak a minőségét, illetve a besorolását jelenti, másrészt pedig a nehézségi fokot. És ugye hát a kettes besorolásba tartozhatnak nemzeti válogatottak is, klubcsapatok is, mindenféleképpen kontinentális csapatok, mint például Viktor, a Pannon Cycling Team, illetve hál' Istennek idén van már egy másik is a Kőbánya Cycling Team személyébe, és óriási eredmény, és örülünk neki, hogy a CCC Polkovice a legmagasabban jegyzett lengyel alakulat, akik tavaly szabadkártyával aktuálisan a Giro d'Italián is versenyeztek, és van is olyan nevezett itt az előzetes rajtlistán, aki tavaly szerepelt. Na hát, és amíg ebben még további lehetőségek vannak, hogy 1.1-es is legyen ez a verseny majd egyszer. Bízunk benne. Viktor, neked szakmailag milyen kihívást jelent 168,7 km Budapest Pannonhalma? Láttuk közben a terepviszonyokat, az útvonalat, szóval milyen verseny ez? Hát igazából ez lehet könnyű versenynek is nevezni, de mivel olyan csapatok indulnak itt, akik elég erősek, így ez egy elég kemény verseny lesz. Hát csak egy magyar verseny néznénk, 163 kilométer, hát ez nem egy megterhelő táv, viszont ezekkel a srácokkal hát ez folyamatos küzdelem lesz, szóval itt nem elég, hogy a dombokat meghúzzák, itt egyesével fogunk végig közlekedni, ahogy tavaly is, szóval hát kemény lesz, az biztos. Szóval sprinterként neked nem a terep lesz nehéz, azzal úgy nem lenne semmi gondot, hanem lennének ellenfelek. Hát, de az ellenfelek magas minőségűek. Hát azok elég magasak, de hát igazából nem vagyok sprinter, csak annak vagyok gúnyolva. De hát nem vagyok lassú, de a hegyekre nem tudok úgy felmenni, mint a 50 kilós csapattársaim. Hát itt egyébként holnap pont rájuk fogunk építeni, szóval a Walter Dina páros, hát ők lesznek a favoritjaink, reméljük, mert a végén a körözésben, a meredeken azért ők elég gyorsan fel tudnak majd reméljük menni. Egy magyar kerekes, látva például a tavalyi helyzetet meg, hogy most milyen a mezőny, milyen célokat tűzhet ki maga elé, ott, ahol ugye ezt már Jácint is említette, gyakorlatilag egy prokontinentális, azaz profi másodosztályú csapatot is felvonultató mezőnyről beszélünk. Hát reménykedünk egy top 10-es eredményben. Ezeket így nem szabad elkiabálni, mert ugye technikai sport és szabad téren játszódik, ezért bármi közbe jöhet, de hát nagyon erős csapatunk van szerencsére. Én örülök, hogy itt kerékpározom, mert de hosszú ideje, hogy ez a legjobb csapatom, amiben voltam. Szóval hát egy top 10-es top eredmény 10. Az nagyon jól jönne. Hát a legjobb magyart azt hát, hogy is mondjam, hát azt kötelező lenne elhoznunk, mert azért sokat dolgozunk értük. Eddig 3 V4-ből 2-t megszereztünk, egyet nem sikerült, de az elég kemény nap volt. De hát reménykedünk, hogy
négyből három meg lesz. Na, hát ezen dolgoztok. Szervezésileg játszint mik itt a fő nehézségek? Ugye a kritériumok teljesültek, ami azt jelenti, hogy itt ugye VB és olimpiai kvalifikációs pontokat is lehet szerezni. Igen, igen, alapvetően ugye ehhez szükséges az úti besorolás, és most látva, hogy 29 csapat lesz, ebből 7 magyar alakulat lesz, és a többiek ugye a CCC-t említve másodosztályi csapat is. Ez azt jelenti, hogy nagyon jó helyre került. Tavaly áprilisban volt ez a verseny, és most így az elnökség kapcsán, és itt kanyarodnék is rá, hogy végül is idén V4 kerékpárverseny és családi napnak tudjuk hívni, hiszen az elnökség itt léte okán, ahogy ezt az elején felvezetőben említettem. Nem pusztán kerékpárverseny, sokkal több eseményt integrál ez magába. Így van, a Várkert bazár elől fogunk indulni, ahol egy bődületes nagy családi nap lesz, tehát mindenféle kerékpáros és családi aktivitásokkal, a ökokézműves programtól kezdve Hegel Aci, a Guinness rekorder, triálos magassági rekorderő, amivel szórakoztatja a közönséget, illetve koncert, kulturális programok is, gasztrósó is lesz kint, tehát délelőtt 10 órától este 6-ig bármilyen programmal el lehet foglalni magunkat, és ugye a kerékpár verseny aspektusát nézzük, olyan 9-10 órától már elkezdenek a depóba gyülekezni, meg lehet tekinteni közelről a készülődést, a kerékpárokat, a versenyzőket. Ennek egy versenynek a lényege az az aláírási ceremónia, ahol validálni kell ugye mindenkinek a részvételt, elfogadja a verseny szabályait, bemutatjuk a csapatokat a színpadon, és természetesen, hogy ennek nyomatékot is adjunk, hívtunk egy vendéget, mint ahogy minden évben. Hát ezt akarom mondani, hogy lesz itt egy nem kicsi név, egy nagy sztár vendég, Túr és Giro Italia ezüstérmes második, vele is lehet akkor ott találkozni majd. Igen, Claudio Chiappuccival lesz egy rövid kis interjú is, illetve végig ott lesz a pelotonban, illetve a díj átadó Pannonhalmánál is, ahol szintén lesznek kulturális események. Ott is, odáig is elkíséri a mezőnyt. Tavaly ugye pontosan Nikó Mattan és Bodrogi Laci az eddigi legeredményesebb magyar kerékpárosunk, az egyetlen, aki Tour de France-on tudott indulni, nem is egyszer. Tehát, hogy mindig törekszünk arra, hogy egyrészt a versenyzőknek is a példaképet, illetve megmutassuk azt, hogy milyen, és a versenyzők szemszögéből is. Egyrészt ennek van egy szakmai oka is, hogy megkérdezzük a véleményt, hogy látják a mi versenyünket. Uh-huh. Tehát mindig fontos, hogy kívülről, belülről lássák a körítését, a szakmai teljesítményét. Belga versenybírónk lesz, tehát hogy minden egyéb, és akkor utalva is tavaly Nikó Mattan azt mondta, hogy ugye belga lévén az egynapos, tavaszi egynaposokhoz mérhető, és ugye ez a körözés, ahol 3,5 kört fognak megtenni, hogy ezt a grafikán is láthattuk, azért az nem egy egyszerű dolog, van benne egy 15%-os meredek, és ott körülbelül 4 percig mennek fölfelé a fiúk, úgyhogy ott eldőlhet konkrétan a verseny, ezt Viktor is jól mondta, tehát, hogy ha sprinterként tekintünk rá, akkor nagyon össze kell szednie magát, mert a hegyen ott nem lehet feltolni. Igen. Viktor, neked most nem ez a verseny, hanem ez a csapat, amire azt mondtad, hogy az eddigi legjobb csapatod. Ha azt nézzük, hogy 5 éve indult az aktív pályafutásod, 21 éves vagy, a mostani körülményeid azok alkalmasak lesznek ahhoz, hogy egy szintet lépjél? Tehát ez a csapat, ez kell neked valószínűleg ahhoz, hogy egy szintet lépjél? Hát jó lenne szintet lépni, és ez a csapat ezt nagyon elősegíti, de hát igazából, hogy őszinte legyek, mindenkinek hazahúz a szíve. Szóval senki nem akar igazából külföldön kerékpározni, mindenki a pénz miatt megy el. De hát most, ha itthon van egy olyan jó csapat, ami mindent tud támogatni, szóval konkrétan nem kell semmiért aggódnunk, és egy jó társaságban is vagyunk. Én, hogy őszinte legyek így, hogyha ez a csapat működni fog még hosszú évekig, akkor lehet, hogy innen mennék nyugdíjba, ha csak nem kapnék egy nagyon nagy összegű ajánlatot külföldről. Uh-huh. Szóval, de van benned patriotizmus ilyen szempontból, maradnál itthon. Igen, szóval hát ez kényelmes mindenkinek, jó a környezet, jó a csapat, jó a koncepció, szóval a vezetőkkel jól kijövünk. Uh-huh. Szóval, hogy őszinte legyek, egyenlőre nem húz el a szívem. Uh-huh. Igazából 2 dolog a csapathoz, csak nagyon röviden, hogy ugye szintiszta magyar kontinentális alakulat, erre még nem is volt példa a mi kis történelmünkben, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, nagyon jó szakemberünk van Szabó Ádám személyében, aki felvidéki magyar, és dolgozott kint az edzőközpontban, a Nemzetközi Kerékpáros Edzőközpontjában. Nagyon jó kapcsolatai vannak, ennek kapcsán jutottak el a fiúk már most tavasszal is olyan versenyekre, ahol Degenkolbék egy mezőnyben tudtak versenyezni. Uraim, a végére értünk, akkor egy jó erős hétvégét, és akkor egy top 10-es eredményt, meg minél több nézőt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.